13 napi rendi pontot tárgyalt a gazdasági bizottság az ülésükön. A tanácskozáson szó volt a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ ZRT tavalyi évi tevékenységéről, amelyből az derült ki, hogy az országos tendenciához hasonlóan Pakson is csökken a tömegközlekedést használók száma. Az ZRT-nek csökken az árbevétele, és a városnak egy kicsivel megint többet kell hozzárakni, hogy legalább nullszaladósra kijöjjön ez a tevékenység. Erről is tárgyalt a bizottságunk, ez mellett tárgyalt a bizottságunk a mezőföldvíz Kft. Törzstők emeléséről, ami már tavaly óta áthúzódó téma. Hát itt sincs könnyű helyzetben a mezőföldvíz Kft., hiszen mint Magyarországon egyetlen vízi közmű cég sem. A képviselőtestület már tavaly döntött arról, hogy támogatja a törzstőke emelést, ennek Paksra eső része mintegy 29 millió forint. A gazdasági bizottság tárgyal továbbá a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT 2018-as beszámolójáról, illetve felügyelőbizottsági tagváltozás miatt alapszabály módosításról is. A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT-vel a 2019-es évre egy úgynevezett csekély összegű támogatásra is döntött a bizottság, ami 109 millió forintot meghaladó összeg, amit arra biztosít a bizottság, illetve arra kérjük a testületet, hogy erre biztosítsa, hogy a 2019 évben az ZRT el tudja látni a feladatait, ami nagy mértékben kikönnyítheti, én azt gondolom, a polgármesteri hivatal műszaki osztályát is egyébként. Alapítványi támogatásokról és a bizottság pályázatairól is döntöttek az ülésen, valamint szó volt arról is, hogy a felhalmozási céltartalék terhére kiegészítő forrás biztosítson a két beruházás esetén. A polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatban a titkárságnak a meleg burkolat cseréjére biztosítottunk mintegy másfél millió forintot, illetve ez mellett a Paks iskola utcai felújítás, útfelújításhoz műszaki tartalom bővülés miatt biztosított a bizottság mintegy 2 millió 300 ezer forintot. A képviselőtestület április 24-én 16 órakor tartja havi rendes ülését, amelyről részletesen csütörtöki híradónkban számolunk be.